Az ülést megnyitottam, határozatképesek vagyunk, hiányzók hárman vannak, jelezték mind a hárman, hogy igazoltan vannak távol. Egyebekben javasoltak már napirendi pontot Pintér úr, Dr. Pintér György úr a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban. Másnak ilyen javaslata, Lavács úr itt. Köszönöm. Eljutottam kérdést a polgármester úrhoz, ugye nem közvetlenül önnek, hanem a TESZ igazgató úrnak szólt, csak nem tudtam a címét. Az előbb mondta, hogy küldött is választ. Gondolom az egyebekben az is elhangozhat esetleg, mert én nem kaptam még meg eddig írásban. Ne kellett volna kapnia, mert a főkönyvelő azt, hogy nekem azt telefonozta, hogy elküldte oda is a választ. Világos, értem, hozzám nem jutott el, de akkor, azt mondta az igazgató úr, hogy így itt akkor el tudja igen, mondani, hogy igen, mi történt. Igen, erre van mód. Tehát nem lelőni akarom a dolgot, Isten ments, nagyon jó, hogy erről beszélünk, de szerintem ezek a témák nem egészen tartoznak ide ilyen értelemben. Tehát jó. Az, hogy kit, miért, hova helyeztek át, vagy vettek föl, vagy küldtek el. Nem, én azt gondolom, hogy nem is ennek a személyi része, hanem a számlázással kapcsolatosan. Benne, meg a számlázásra, igen. Az igen, hogy miért nem, hogy kapnak. Hogy kapnak számlát. Jó, tehát én is el tudom jutatni a szülőknek egyébként a választ, azt gondolom, hogy lehet, hogy... Tehát a személyi részeket azok, akik nem... Nem, nyilván nem. Rendben van. Jó. Szina József úr. Köszönöm szépen. A helyben kiosztott kettes napirend rendelet tervezeti részét javaslom levenni tekintettel arra, hogy így döntött a pénzügyi bizottság. Melyiket? A helyben kiosztott anyag rendelet tervezeti részét, tehát a vagyonrendelet módosítása című. Hát ez van a cím, hogy vagyonrendelet módosítása. Igen. Jó. A jegyző úr. A pénzügyi bizottság az imént tárgyalta, kérném szépen felvenni az Óvodai Intézmény Gyermekorvosi és Fogorvosi Ellátási Körzetek kismértékű módosítása címmel a tárgybeli rendeletnek a módosítását. Tehát végül is most szeretnénk felvenni napirendre egy rendelet módosítást. Igen, az orvosi körzet rendeletnek a kisebb módosítását. Volt egyeztetve az orvosokkal? Volt. Van írásbeli hozzájárulások? Szóbeli van az érintett orvosoknak. Kevés. A szerződésükben az van, hogy minden módosításhoz az ő közös beleegyezésük szükséges. Hát nem szeretném azt, ha utólag módulag az lenne, hogy a megállapodást nem tartottuk be, és az általuk milyen joggal rendelkeznek, azt mi nem teljesítettük. Ez van a szerződésében tételesen, hogy az orvosi követek módosításához az orvosi kar együttértése szükséges. És nem csak egyiké, amelyeket módosítjuk, hanem mindegyik, hiszen egymást érinti. Jó, oké. De csak ha meggyőztem, akkor egyébként tőlem tárgyalhatunk róla. Gyakorlatilag a három fogorvos és a három gyermekorvos mind a három. A felnőtt orvosok, akiket közvetetten sem nem érint, azokkal nem egyeztettem. De szó viszont az előzőkkel csak szó van, talán egy-két e-mail jött vissza az önökkel. Személyesen. De csak a tartalmi jelentőség is alig-alig van, ahogy gondolja. Valószínűleg nem van ebből semmi gond, de ha egyszer rend van, akkor legyen rend. Ha egyszer ez a megállapodásunk, hogy előzetesen megállapodást rögzíteni kell, akkor ne legyen az, hogy ez éppen elcsúszik. Hát ne csúszom el. Más? A civil szervezetekkel kapcsolatos szerződések támogatására szóló, az lekerülne? A november ülésre. Miért kerül rá? Miért kerül ide? Hát rendszeresen, vagy már több alkalommal levettünk rendelet tervezeteket tárgyalásról, mert rosszul voltak előkészítve, hiányosan, hibákkal. Minek kerül akkor ide? Miért kell levenni? Előterjesztő úr. A civil rendelet gyakorlatilag azért, mert most itt a pénzügyi bizottság ülés előtt, illetve közben derült ki, hogy még egy-két
három térben, akkor további egyeztetés követel. Igen sok fél között ellentétes álláspontok maradtak. Igen. Tehát voltak egyeztetések korábban, de viszont reegyeztetések már nem. A jegyző az előterjesztő ön, az előterjesztőnek joga van továbbra is fönntartani a napirendi pontot, amennyiben vagy pedig elfogadja azt, hogy nem jó a még az előterjesztés, vagy még nem tudom. Természetesen életszerűen levesszük. Rendben. Ha nincs más, akkor szavazhatunk a napirendek elfogadására. A gong nincsen, azt mondták, hogy a gongad most hiátust képez. Igen, szavazom, lehet szavazni. Laci, szavazás van. Szavazás. Nem volt akkor még, akkor lehet, hogy a rendszeré. Nem szól a gong, mert az most igen, ez ki lett szervezve a rendszerből átmenetileg. Köszönöm szépen, egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendi pontokat. Akkor az első ugye nincs. A második hitelkérelem előadó dr. Pintér Győr, alpolgármester úr. Köszönöm szépen. A képviselőtestület, amikor elfogadta 2013. évi költségvetést, akkor úgy döntött, hogy erre az évre, ebben az évben 150 millió forint hitelfelvétellel számol. Erre nem került sor, és ebben az évben erre már nem is fog sor kerülni. Most a Magyar Fejlesztési Bank önkormányzati infrastruktúra fejlesztési programban legfeljebb 50 millió forint értékű hitel lehetőséget biztosít meglehetősen kedvezményes feltételekkel, és az önkormányzat egy régóta tervezett beruházást hajtana végre, illetve tervez végrehajtani ennek a segítségével, támogatásával. Jelesül a Búzaszem iskola környékének szilárd burkolattal történő ellátását. Ez azt jelenti, hogy három utcát érintene ez a beruházás, 1600 négyzetméter felület szilárd burkolattal történő ellátását jelenti, illetve a beruházással kapcsolatban azoknak a utcaszakaszoknak a vízelvezetése is rendezésre kerül, megoldódik. Az előterjesztéshez képest a bizottság annyi javaslattal javasolja a tisztelt képviselőtestületnek a határozati javaslatnak az elfogadását, hogy a hitelfedezetről most ne döntsön, az arra vonatkozó részek kerüljenek ki a határozatból. Egyébként pedig javaslom a képviselőtestületnek a előterjesztés elfogadását. Észrevétel, kérdés. Labács Judit. Köszönöm. Még se kell megnyomni a gombot, ugye? Mert itt valaki mindig megnyomja. Hogy azt szeretném mondani, hogy nekem két furcsaságom van, vagy hát több megjegyzésem. Az egyrészt az ugye az, hogy fedezetet mégiscsak kéne találnunk, ugye, ha hitelfelvételről döntünk, bár lehet, hogy ezt később megjelölni is alkalmas. Nekem önmagában a hitelfelvétel sem egy szimpatikus dolog. Azt gondolom, hogy ha ennyit nem tud kigazdálkodni az önkormányzat, akkor nem biztos, hogy jól gazdálkodunk. Ezzel együtt nyilván ez egy nagyon-nagyon kedvezményes hitel, tehát ha már hitelt, akkor inkább ezt, mint bármi mást. Ugyanakkor azt sem értem, hogy akár pályázunk, akár hitelt veszünk fel, mindig az úgy jön ki a számítás, hogy amit de nekünk szükségünk van, az összeg az mindig pont az ön, vagy, tehát ugye, a költségeink mindig annyi, mint a maximálisan igénybe vehető összeg, plusz az ön rész. Nem tudom, hogy ez hogy számolódik ki. És nyilván azt is tudom, hogy aztán majd annyi hitelt veszünk fel, amennyire szükség lesz ehhez a beruházáshoz, ami nyilvánvalóan szükséges, de hát minden esetre nekem nagyon furcsák ezek a beruházási költségszámítások minden esetben. Kérném szépen, hogy konkrétabban tessék el, mi a furcsa benne? Mi az, hogy a hitel mind olyan furcsa? Nekem az a furcsa, amikor pályázunk egy óvodaépítésre, akkor az óvoda pontosan annyiba kerül, amennyi a pályázati összeg és az önrész összege. Ha pályázunk egy hitelre, pontosan annyiba kerül érdekes módon a beruházás, mint amennyi hitelt föl lehet venni, plusz az önrész. Egyébként ugye tegnap kaptuk meg az előterjesztést este, ilyenkor nyilván egy képviselő nem tud árajánlatot kérni, vagy bármit, bár ugye eleve én egy ilyen fura alak vagyok, aki mindig a beruházások kapcsán így mindenféle pénzügyi
firtatásokba bonyolódik. Véletlenül az a mázném, hogy a férjem az egy építőmérnök, sokat dolgozott útépítésen, és megkérdeztem, hogy szerintem mennyibe kerül ez a 365 méter út, körülbelül 1600 négyzetméter vízelvezetéssel, stb. Ő azt mondta, hogy szerinte 15-16 millió forint, nyilván amit ő így hasára üt este, az fenntartásokkal kell kezelni, lehet, hogy dupla annyiba kerül, ez még mindig csak a kétharmada annak az összegnek, amit itt költségbesélést kaptunk. Képviselő azt mondja, hogy ha a következő ülésre elküldi a férjét egy meghatalmazásra, szívesen látjuk őt, és tudunk vele beszélgetni. És akkor nem kell így átételesen, hogy az éppen a kedves férje este mit gondolt ki, és mennyit ütött a hasára. Nem hiszem, hogy itt egy releváns lenne. Ha mód van 200 millió állami támogatási elnyerésére, és 20-at kell hozzátenni, akkor nem lenne okos dolog 100 milliós óvodát építeni, egy kisebbet, csak azért, hogy mégse 200-at töltsünk ki. Hát annyit kell felhasználni, amit csak lehet állami támogatásban, ez a célszerű. Nem is értem, hogy miért kellene kisebb összegben tervezni kisebb óvodát, egy 40 főst mondjuk a százas helyett, csak azért, hogy kevesebbet költsünk, mikor csak 10% terhel minket. Ez teljesen, ez számomra ez érthetetlen. Igen, meg a többi is, úgyhogy maga a hitel is, hogy miért pont annyi? Hát annyi, mert ha most 50 milliót lehet itt venni, biztos, hogy 100 millió, 200 millió is elfogyhatna a Gödi utakra, indokolt helyeken. A Budaszem iskola környéke indokolt hely. És egyikünk sem lakik ott. Semmiféle érdekeltség nincs a Budaszem iskolában. Egyébként azon kívül, hogy a városnak egy fontos intézménye, és a környékben már rég ígérettünk, hogy utat építsünk. És erre az 50 millió is éppen, hogy kevés. De vannak máshol is lakossági kezdeményezések, ahol van ígéretünk, hogy ők komoly összeggel beszállnak, és mi is besegítünk. És ezekre kell pénz. Persze nem muszáj, ez is egy lehetőség, ahogy a költségvetésben is a 150 millió tervezve volt, és nem vettük föl tavaly sem, idén sem, de a lehetőségét megadtuk, hogy ha ilyenre szükségünk, nyílik lehetőség, akkor legyen mihez nyúlni. Nem vettük fel a 150 milliót. Most 50-ről beszélünk, ami a harmada pont, amit ön tetszett mondani az előbb, hogy kisebbet fogunk elhasználni, nem 150-et, csak 50-et. Pont ezt az irányt követjük, amennyit szükséges. De annyit szükséges és érdemes adott esetben egy kedvező hitelnél. És maga a hitel, hát ugye nem ördögtől való, ezt tudjuk mindannyian. Szina József úr. Köszönöm szépen, ismert az a tény, hogy a képviselőtestület ebben az évi költségvetésében 150 millió forint hitel felvételét tervezte, többek között útépítésre és hozzá kapcsolódó csapadékvízelvezetésre. A képviselőasszonynak a kérdésére, hogy miért pont ezt az 50 millió forintot fedi le az egyik útépítés, azért, mert korábbi tervek alapján és a engedélyes tervek és a korábbi költségkalkulációk alapján ugye kettő útépítési csomagot tervezett ebből a hitelből megvalósítani. Az egyik ez a Buzaszem iskola környéke, a másik az Attila utca. Ez együttesen összesen kb. 75 millió forintot tesz ki. Ebből a tervezői ajánlat alapján mindegy 42 millió forint volt a Buzaszem utca környéki útépítés és a hozzá kapcsolódó vízelvezetés. Ez 2009-es árakon lett számolva. A beruházási osztály kért ajánlatot konkrétan most néhány héttel ezelőtt ennek az utcának, a Buzaszem utca környékének a megvalósítására. Ez az ajánlat érkezett az egyik útépítő cégtől 51 millió forint környékbéli összeggel. Tehát így itt most egy véletlen folytán találtuk meg ezt a módot, hogy szeretnénk a hitelnek a kedvezményes hitelt, ha lehetséges, akkor telibe igénybe venni. Így jött ki ez az 50 millió forintos hitel felvételi kérelem, és a maradék egy egész pár százezer forintnak pedig az önrészként való megjelenése. Azonban az útépítés maga nyilvánvalóan a törvény erejénél fogva közbeszerzési eljárás útján kerülhet megvalósításra. Itt reményeink szerint alacsonyabb ár fog képződni, de akkor viszont nyilván annyi hitelt lehet felvenni, amennyibe fog kerülni ez a konkrét útépítés. Tehát ha az 46 millió forintba fog kerülni, akkor 46 millió forint hitel fog felvenni az önkormányzat. Köszönöm szépen. Igen. Ha nincs más ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel, akkor Pintér úr által elmondott kiegészítéssel, miszerint a felezett meghatározás később történjen, de meg fog történni, és addig a hitel sem kerül sem felvételre, sem aláírásra, még ez nem történik, mert csak egy második lépcső lenne. Vissza fog kerülni ide még egyszer, és akkor beszélhetünk erről újfent.
Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. Igen, nincs gong, igen. Köszönöm szépen, hogy sikerült így is. Következő napirendi pontunk lenne a településnév használati kérem, és itt egy, mielőtt ezt elkezdenénk, egy mulasztásomat szeretném pótolni, hogy az ülés elején nem mondtam el azt a hírt, hogy ez most már egy olyan településnév, ami még szerencsésnek mondható, és kitartónak, és hogy mondjam, tehát jó munkát végzőnek, Göd, mert a Dunaparti nyaralóházak iránti igényünknek a kormány helyt adott, és az magyar közönyben megjelent kormánydöntés alapján ezt az ingatlant a város tulajdonába adta térintésmentesen. Tehát az azt jelenti, hogy mostantól kezdve a Dunaparti nyaralóházak a város tulajdonát képezi, mind a 18.300 négyzetméteres Dunaparti területével, egyetemben, épületeivel, felszerelésével, minden együtt a városi ingyenesen. Általában itt ritkán politizálunk, emlékeznek a tisztelt jelenlevők, hogy ritkán szoktunk emlegetni pártokat, és nagyon jó összhangban tudunk dolgozni, legfeljebb kicsit maszogatjuk egymást. De most azért azt el kell mondanom, hogy az egy sok-sok éves igénye volt a településnek, hogy ezt az ingatlant megkapja, bár sosem volt a város, vagy a megelőző jogelődök tulajdona, tehát az magántulajdon volt 45 előtt annak idején, és aztán később 52-ben az akkori állam ezt magáévá tette, gondolom alacsony áron szerezte meg. Ezt követően a BM, mint belügyminisztérium kapta meg 57-ben, használta egészen 2000 mostanáig, tehát végül is mostanáig ő használja, áttételesen, ha vagyonkezelőn kezelőn is, keresztül is, de mégiscsak a BME volt a jogosultság. Tehát végül is olyat kaptunk meg, ami nem volt a miénk, ez egy igazi, nem visszakaptunk valamit, ami jogos, hanem olyat kaptunk, amit megszereztünk. Ez egy nagyon komoly lépés volt, és hogy az előbb kezdtem ezt emlegetni, hogy addig azt el kell mondanom, bár nem szoktunk nagyon politizálni, hogy ezt mégiscsak ez a kormány adta oda ennek a testületnek és ennek a polgármesteri hivatalnak és önkormányzatnak és városnak, tehát ez egy mai dolog, mai kormány, mai vezetésnek, mai városnak adta oda. Ezt mondtuk a választás előtt, hogy reményeink, plakátjainkon ez szerepelt, reményeink szerint a, előttünk a város van és mögöttünk a kormány. Hát a város előttünk volt mindig is, építettünk néhány óvodát, sok mindent tettünk, igyekeztünk a adósságot is kezelni, szerintem sikeresen. A város talpon van, ezt most megszereztük közös munkával, és ebben a kormánynak a szerepe is benne van, mert végül is olyan területet kaptunk, ami nagy értékű. Mások is kaptak mindenféle területeket, elhagyott ipari területeket, mezőgazdasági, de ez kimondta egy dunaparti, sose volt Gödnek ilyen nagy területe a Dunaparton egybefüggően, mint ez. Hát ez igen, hát a 18-szer négyzetméter ki lehet számolni, hogy ott azért mennyi a négyzetméter állít szoktunk, miről beszélni, ebből egy jelentős összeg jön ki, ez milliárd közeli, vagy 800 millió közeli, csak a terület, ez az épületek nélkül. A következő feladat az lesz, hogy mit csinálunk ezzel a területtel, hiszen azért ez ingyen nem tartható fenn. Mindenképpen olyan felhasználást kell közösen kialakítani, amelyik lakosoknak nyújt szolgáltatásokat. Azt mondom, ha minden gödi lakos csak 500 forintot szán erre egy évben, az is 9 millió, és az pedig bőven elég arra, hogy ez működjön, a esetleges hiányát, hogy ami a működésben keletkedik, fedezze. Tehát most előre a gondolkodásban, hogy hogy lehet ebből most már saját tulajdonként a lehető legtöbbet kihozni. És akkor mehetnénk a településnév használati kérelemre. Harmadik pont, előterjesztő dr. Pintér Gyugya, alpolgármester úr, hetedik oldal. Köszönöm szépen. A Gödi Német László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai fordultak névhasználati kérelemért és kérelemmel a tisztelt képviselőtestülethez. Szeretnék létrehozni a művészetoktatás támogatására egy alapítványt, aminek az lenne neve, hogy Gödi Művészetoktatásért Alapítvány. Az alapítvány székhelye az az Ifjúság utca 1-3, az alapító az Kovács Gabriella, aki a művészeti igazgató helyettes, az alapítvány elnöke Gecséni Szita Márta, és ehhez kéri a tisztelt képviselőtestület jóváhagyását. Javaslom ennek megadását. Kérdések, észrevételek? Jó, akkor szavazzunk. Köszönöm szépen. Következő napirend
részvétel a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázaton, előterjesztő Pintér György úr, 8. oldal. Köszönöm szépen. Gödvárosa évek óta sikeresen részt vesz a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázaton. Ez egy olyan ösztöndíj pályázat, aminek a kedvezményezettjei a felsőoktatásban tanulók, főiskola és egyetemi hallgatók. Három forrása van az ott készhez kapott ösztöndíjnak, részben önkormányzati támogatást, részben a megyék tesznek bele forrást, és nézve maga az intézmény, ahova a hallgató jár. Gödvárosa folyamatosan csatlakozik, idén is csatlakoztunk, ennek a megerősítését kérjük, illetve azt, hogy az előző évekkel azonos összeget, 3 millió forintot a következő évben a költségvetésbe tervezzünk be. Tehát gyakorlatilag az eddig évek óta sikeresen működő gyakorlatnak a folytatásáról történik most a szavazás. Kérdés észrevétel. Szavazhatunk az elfogadásról. Sanyos. Igen, én is pillantam, és még egyszer kell. Köszönjük szépen. Következő. Gödi 617 HRS Puskin közre vonatkozó ajánlat. Erről múltkoriban volt döntésünk. Akkor itt a 10.000 forint körüli szakértői vagy ingatlan becslősi árral szemben az adott terület kiegészítésére itt a testület 30.000 forint körüli árat tartott helyesnek kérni. Ezt a kérő vagy igénylő magánember soknak tartotta. Engem is megkeresett telefonon, beszéltem vele. Írásban is jelezte ezt a dolgát, elmondta a körülményeit, elmondta, hogy ez nagyon túlzott ár. Mérlegeltük ezt, beszéltünk erről, hogy mi lenne a korrektebb, és valóban egy kicsit sok itt alakult kezdeni hangulatban, hogy végül is egyesítve lesznek telkek, és egy gyönyörű nagy telek lesz, és akkor ez ennyit fog érni, és akkor fizesse meg az árát ennek a kialakuló nagy értéknek. De aztán a rajzolt alaposabban megnézve én magam is úgy láttam, hogy nem arról van szó, hogy nagy telkek egyesülnek egy nagyon nagyján, hanem kis telkek egyesülnek egy normális méretűvé. Tehát nagyjából egy 1000-1100 négyzetméteres telek alakul ki, ami nem nevezhető extra nagynak, 3-330-350 négyzetméteresből, plusz hozzászámítva ezt 60 négyzetméteres jelenleg közterületet, ahol közművek foglalnak helyet, víz, villany, egyebek, amiket ki kell váltani, ennek milliós költsége van, és ezáltal egy kompaktabb telek alakulnak ki, ami a városnak is egyrészt előnyös, mert nem feldarabolt kis telkek vannak ezen az értékes területen, másrészt pedig utána nincs ezzel gondja. Tehát én egy 20.000 forintos ár körül tudnám azt elképzelni, négyzetméter ár bruttóban telek kiegészítésként, ami egy arányos és ami teljesen részünkről is még elfogadható lehetne. A vevő részről nem tudom, hogy ezt mennyire tartja, mert ő természetesen 10.000 körül az értékbecslés szerint gondolkodik, de azért hát a mérlegelés részünkről egy 20.000 körül lehetne. Én ezt javasolnám. Biztos van más javaslata is másoknak. Azt azért javaslom, hogy ha bárki mond nagyobbat, kisebbet, azért indokoljuk is meg, hogy miért. Tehát ne legyen az érzet a tévénézőben vagy a tulajdonosban, hogy hát ha venni akarsz, vegyél jó drágán, és nincs mögötte realitás. Ha belegondolnak itt más helyeken, például Jegenyi utcában telekiegészítésért 8000-et akarnak fizetni a tulajdonosok négyzetméterért, és nem 20-at, hanem 8-at. Változó. Van, ahol telke, persze egy jó helyen van, de önmagában ez a 60 négyzetméter, ez részünkre nem értékesíthető egyébként, mert hiszen egy zsákutcának a vége. Kérem, hogy akkor ezzel kapcsolatban, akinek van véleménye, Labács Judit parancsolja. Igen, köszönöm. Én azt gondolom, hogy nyilván én is alkudoznék. Tehát ilyen értelemben teljesen igaza van a vevőnek. Én azt gondolom, hogy minket nem köt a kényszer, hogy eladjuk. Neki értékesebb lesz a terke. Az, hogy engedjünk az árból, ez szerintem, hogy mondjam, reális. A pénzügyi bizottságban született is egy javaslat, ez 18.000 forint plusz áfa volt.
Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy maga az, amit itt leadott, vagy beküldött a vevő, hogy kiszámolta az ő plusz költségeit, beárazott olyasmit, amire a közműszolgáltató azt mondta, hogy részéről semmit se gondol, hogy szükséges lenne. Nyilván ez egy alkudozás része. Szerintem nem kényszer, hogy eladjuk, de miért ne adnánk el, ha egy olyan árat tudunk meghatározni, amivel az önkormányzat is jól jár, hiszen amúgy mire használnánk ezt a telket, nekünk pedig nyilván sokkal értékesebb lesz a három telek egyben. Tehát én most ezt a pénzügyi bizottság által javasolt 18 ezer plusz áfát mondom, ez egy kicsit magasabb a polgármester úr énál, hogyha a 20 ezeret bruttóban gondolja, ha nettóban, akkor egy kicsit alacsonyabb. Csak ennyit akartam mondani. Más észrevétel. Tehát végül is a pénzügyi bizottság elnöke most nincs, akkor ez a pénzügyi bizottságnak a javaslata, ez a 18 plusz áfa. Tehát ez egy pénzügyi bizottsági javaslat. Igen. Jó. Más észrevétel. Akkor szavazunk először a... Így módon akkor először a pénzügyi bizottságjával. Bár az az alapjavaslat, ennyi voltam módosítva ezek szerint, de legyen a pénzügyi bizottságjavaslat. Először 18 plusz áfa. És ez többséget kapott, úgyhogy 6-1-1. Maradjon akkor ez. Jedzu, hogy van ilyenkor? Ha van más javaslat is, arról is szavazni kell, és akkor amelyik többet kap, vagy hogy mi a rend? Igen. Tehát akkor legalábbis formailag szavaznunk kell a másikról is, a 21-esről is. Nem állok el tőle. Elkínálom. Az ön a helyes, hogy rá lehet. Csak itt. Ravasz kérdés, így mondom. Igen, én szavaztam, igen. Föltetek, igen. Hogy egy ilyen gong, hogy hiányzik azért a közös munkához, ugye? Hogy most. Jó, akkor ez egyel erősebb ez a szavazás. Kockázatos szavazás, de erősebb. Tehát akkor 20 000 forint bruttó értéken adjuk el ezt a területet. Én azt gondolom, hogy előbb ezt nem mondtam talán, hogy mondtam a iparizési adó egyemeket? Nem. Tehát az úr, most már mondhatom, mert megszavaztuk, és már ez a dolog lezárt, hogy idehozta a cégét az elmúlt években, ehhez az értékhez képest, amit fizet, hiszen ez nagyjából mennyi, 20 000 forint, ez 1 280 000 forint bruttó, mert 64 négyzetméter. Ennek többszörösét fizette be iparizési adóként, holott a cége nem itt van bejelentve, tehát megosztása, úgyhogy végül is azt mondom, hogy ez mindenképpen méltánylandó volt. Jó. Igen. Következő napirendünk. Őszi lakossági lombgyűjtési akció. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagy felháborodás van a füstölésből. Bár most egyik internetes listán olvastam, hogy szakértőinek látszó városvédőszerű szervezet, ugye, nem Gödi, más, is vannak ilyenek, az annak egy szakértő, egy mérnök ember írja, hogy a füstölés mind olyan nagyon is pozitív, mert a levelek elégetésével felszabaduló széndioxidot következő évben ugyanaz a növényzet megköti. Míg hogyha ezt a levelet elszállítom mondjuk egy lerakóba, vagy bárhova, akkor a üzemanyag egyebek azok nem megújuló energiák, ott az elégetett széndioxid benn marad a föld légkörében, és nem az hasznosul újból a növényzetben. Tehát van ebben igazság, hosszan fejtegeti, hogy a füstölés jobb megoldás. Lavács Judit, akkor mint... Igen, látom, olvastad ezt a cikket, úgyhogy akkor parancsoljon, mert érdekes azért. Nem erről szeretnék beszélni, mert én azt gondolom, hogy ennél mértékadóbb tanulmányok vannak arról, hogy lehet, hogy összességében a környezetnek nem árt az égetés, de hogy az azt beszívó emberek egészségének igen, arról szintén számos tanulmány született. Inkább azt mondom, hogy nagyon örülök ennek, én jó szívvel meg fogom szavazni ezt az akciót, csak azt szeretném kérni, hogy
nem minden évben akkor kerüljön ez elénk, amikor már minden pénteken fúldokolva járjuk a várost. Tehát szerintem a jövőre nyilván ugye árajánlatot a vállalkozótól behatárolt időn belül lehet kérni, de jó lenne, hogyha mondjuk már a szeptemberi körkében megjelennének ennek az akciónak a feltételei, tehát valamikor a jövőre a, mondjuk az augusztusi testületülésen erről már döntenénk, akkor sokkal jobban járna mindenki. Igen. Tessék parancsolni. A Városfejlesztési Bizottság a tavalyi évhez hasonlóan javaslatot tett egy lomgyűjtési akcióra. Remélhetőleg a képviselőtestület ezt támogatni is fogja, ami arról szól, hogy november 18-a és december 1-e között így ingyen ki lehet szállítani a lomhulladékot a Bócsai újtelepi lerakóba. Ez a dolog egyik része csak, de van, aki nem tudja kiszállítani ezeket a zsákokat. Azok részére egy gyűjtési akciót szervez a TESZ, hasonlóképpen a tavalyihoz, 100 forint per zsákért tudja elszállítani a TESZ ezeket a zsákokat, ugyanerre a lombgyűjtő telepre, ami úgy működik, hogy november 18-a és 24-e között lehet bejelenteni a TESZ-nél az igényeket. Aki előre tudja, hogy mennyi zsák van, az ott be is tudja fizetni 100 forint per zsákáron. Aki nem tudja még, az az elszállításkor helyszínen is ki tudja fizetni, de a bejelentést meg kell tenni a szállításról, még egyszer mondom, november 18 és 24-e között. Két hetente lehet ingyen kivinni a telepre, két héten keresztül lehet, minden héten két napon, szerdán és szombaton reggel 8-tól este 6-ig, tehát 8-tól 18-ig lehet kivinni a telepre. Ingyenes lerakás csak Gödi lakcímkártyával rendelkezők számára lehetséges. Amit még erről tudni kell, hogy a tavalyi esztendőben kb. 1500 köbméter lomhulladék került ki ilyen módon a telepre, az már nem lett elégetve, és az már nem lett szétszórva különböző helyeken. És az ártalmatlanítást pedig a környezetvédelmi alapból finanszírozta az önkormányzat, ami a tavalyi esztendőben kb. 2.800.000 forintba került. Ezt az idén is javaslom megtenni. A határozat tartalmazza azt is, hogy a kedvezmény attól jön létre, hogy a befogadó vállalkozó erre a két hétre nem számít fel tárolási lehetőséget, tehát a 4000 forint per köbméter helyett csak 2000 forintot számláz az ártalmatlanítási díjra a vállalkozó, ezért a polgármester úrnak itt majd szerződésmódosítást kell erre a két hétre kötnie a vállalkozóval. Azt hiszem röviden ennyi. De ez meg fog jelenni a hír a Gödi körkébe és minden egyéb megszokott fórumon. Köszönöm szépen. Már a mostani számban. Már a mostani számban. Értem. Lenkei György úr. Egyetlen egy szösszenetem lenne az írásos anyagban is, és most szóban is elhangzott, hogy Gödúj telepi lerakó, szó sincs róla, tehát ez a lerakó nem Gödúj telepen van, hanem a temető melletti földútról lehet legjobban megközelíteni. Mondom ezt ez azért, mert az volt ugye, ilyen szerencsétlen módon volt ez a lerakó megnevezve eddig is, illetve így kezdődött, mert tömegével kóvályognak az emberek, keresik a lerakót, ami nem ott van. Tehát nem Gödúj telepi lerakó, a temető mellett lehet bemenni, és ha a térben el akarjuk helyezni, akkor a Samsungnak a déli sarkán van. Köszönöm szépen. Így van. Valóban így van, hogy az után fotóztak keresztül a településen, és tök feleslegesen. Lehet, ki van táblázva? Egyébként igen. Tehát, ha eljutott Bócsáig, akkor előtte kellett látni a táblát, hogy lerakó ott. Igen, igen, hát ez egy utolagos kérdés, kitéve a tábla, tehát akkor mondjuk úgy, hogy a kitáblázott nem Bócsáig. Igen, rendben van. Igen. Lavás Júri túrászom. Igen, bocsánat, csak visszatérve még a erre az cikkre, a városvédős cikkre, ugye egyébként meg a komposztálás helyben az az, amelyik a legjobb megoldás. Örömmel láttam, hogy a hulladék gazdálkodási tervben is van erről szó, ami majd a következő évben tárgyalunk, és akkor ugye volt is komposztáló akciója a városnak, idén nem, tavaly igen, talán folytatódhat.
Egyébként a hulladékgazdálkodási tervből is kiderül, hogy azért volt ennek haszna a komposztálási akciónak is, tehát hogy ha már itt tévében beszélhetek arról, hogy az emberek inkább komposztáljanak a saját kertjükbe, azért megragadom az alkalmat itt a témába vágóan. Köszönöm. Igen. Azért azt javaslom, hogy a cikket olvass el mindenki, aki hozzájut, mert van abban sok érdekes, mert a komposztálásnál ő azt mondja, hogy lebomlik a levél, a szerves anyag, és az egy lassú égés, szerintem. És ott is megteremtődnek azok az anyagok, sőt mások is, amik egyébként az égetésnél már nem is jönnek létre. A széndioxid, igen, de korom például a komposztálásból kevésbé keletkezik. Igen, biztos így. Igen, egyébként érdekes az a cikk, aki nincs rajta a Gödi Lelajzó listán, az hogyan tudjanak, hogy mit olvasson. Hát úgyhogy közzé tesszük, Facebookon, honlapon, mindenhol. Linkeljük, igen. Amúgy egy városi egyesület, tehát nem egy teljesen valami obligón kívüli társaság. No, akkor szabadás, ugye erről a kérdésről mindenképpen szükséges. Köszönöm szépen. Következő hetes közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terv, Kovacsi Tamás, VKB elnök úr. Köszönöm szépen ennek az elkészítésében az alpolgármester úr jeleskedett, úgyhogy inkább átadnám neki a szót, ha erre mód van. Átveszi a alpolgármester? Átveszi. Nem az elején. Nem derült, hogy átveszi. Hát nem kaptam szót még. Igen, parancs. Köszönöm szépen. Majd a szakmai kérdésekbe, nyilván a szakelőadónak kérem szépen a segítségét. Arról szól a történet, hogy 2013. január 1-én hatályba lépett a új hulladékgazdálkodási törvény, amiben elő vagyon írva, hogy 3 évente köteles a helyi önkormányzatokkal egyeztetve elkészíteni a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégnek egy ilyen hulladékgazdálkodási tervet, és azt az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek jóváhagyásra továbbítani kell. Tehát ez egy kötelezően elkészítendő anyag. Itt hulladék nemenként, fajtánként történik a mostani kezelésnek, illetve valamilyen szinten a céloknak, terveknek a bemutatása, illetve kitér arra az anyag, hogy hogyan lehet megelőzni a nem feltétlenül szükséges hulladékok keletkezését, magyarul a valamilyen módon a nevelésre is kitér. Érdekes egyébként magából az anyagból egy pár adatot kiszemlézni, itt a megtam, amiben nagyon jól látszik, hogy hogyan nőtt a szelektív, begyűjtött hulladéknak. Bocsánat, a statisztikáknak, előtt pedig itt lapozgattam, hogyan nőtt a szelektíven begyűjtött hulladéknak a mennyisége 2010-ben 287 tonna volt, utána 310, most már 330, tehát évente mintegy 20 tonnával nő Gödön a szelektív hulladéknak a mennyisége, a kommunális hulladék az pedig jelentősen mintegy 20%-kal csökkent. Tehát azt gondolom, hogy magák a tendenciák azok pozitívak, és nyilván egy ilyen tervnek a megvalósítás az tovább erősíteni ezeket a tendenciákat. Úgyhogy én kérem szépen ennek a hulladékgazdálkodási tervnek az elfogadását, illetve hogyha külön kérdés van, vagy szakkérdés van, akkor gondolom polgármester Jakab Júliának megadja majd a szót. Megadom, ha itt is van, igen, ott van András volt. Lavács úr, itt parancsol. Igen, én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy van egy ilyen törvényi kötelezettség, mert ebben nagyon sok érdekes adat található. Nyilván egy ilyen környezetvédőt, mint engem, ez különösebben jobban érdekel, mint még akár a beruházásoknál is. Nagyon jó látni, hogy csökken a hulladék. Egyébként például azt szeretném kiemelni, hogy nem csak annyival csökken, amennyi a szelektíven gyűjtött, hanem annál lényegesen nagyobb mértékben csökken a Gödön a kommunális hulladék. Na most ennek nyilván sokféle oka lehet, de minden esetre azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy látjuk mi is ezeket az adatokat, és az ember így könnyebben tud
célokat kitűzni, vagy azon elgondolkodni, hogy ezek hogyan valósíthatóak meg, és külön arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ebben a tervben a szemléletformálásra, további hulladékcsökkentésre való törekvés is megjelenik, és ennek nagyon örülök. Köszönöm. Köszönjük szépen. Más részfelvétel kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk az elfogadásról. Köszönöm szépen. 8-as napirend polgármesteri hivatal évvégi munkarendjének megállapítása. A polgármester úr. Köszönöm szépen. A képviselőtestület minden évben rendelkezik arról, hogy a évvégi ünnepek kapcsán hogyan alakuljon a munkarend. Itt általában arról szól a történet, hogy a két ünnep között igazgatási szünetet szoktunk elrendelni, az egyrészt az itt dolgozóknak a garantált pihenését, nem itt levését biztosítja, másrészt pedig még van olyan gazdasági vonatkozás is, hogy addig se kell fűteni az épületet. Így most arra teszünk javaslatot, hogy a december 6-a péntek az egész napos ügyfélfogadás legyen 8-tól 16 óráig, december 7-e szombat az szabad nap, december 21-e szombat az munkanap lenne, és december 23-án 8-tól 15 óráig legyen munkanap, illetve ezzel nyilván összefüggésben félfogadás. Igazgatási szünet az január 2-áig tart, és január 3-án pénteken már munkanapot tartunk. Erről lenne szó, illetve nyilván akkor így elrendeljük azt, hogy az igazgatási szünet alatt a hivatal köztisztviselői azok szabadságukat töltik, és felkérjük a jegyző urat a szükséges intézkedések megtételére. Kérdés, észrevétel? Szavazzunk az elfogadásra. Köszönöm szépen. 9-es ÖKE határozat kiegészítése, 29/2013-as ÖKE határozat. Jegyző úr, előadó. Február 27-én döntött a képviselőtestület a Damjanics utcaként nyilván tartott utcakasz Bóri Zsigmond utcának történő elnevezéséről. Azonban a földhivatal a helyzőszám megjegyzését hivatali úton történő befogadását nem fogadta el, ragaszkodott, kérte azt, hogy ez is a képviselőtestületi határozatba kerüljön befoglalásra. Így módon a kiegészítés arról szólt, hogy a fenti átnevezés érintő helyzőszám az 1641-es helyzőszám. Kérem, hogy ezt a technikai jellegű módosítást a képviselőtestület fogadja el. Észrevétel, hozzászólás, szavazás. Tamás, Kulatyik Tamás. Rendben. Köszönöm szépen. Akkor végeztünk a fő meghívóban levőkkel. Igen, igen. Akkor egyszer volt egy pénzügyi adatok ismertetése Pintér úr részéről. Köszönöm szépen. A hétfői állapotokat mondanám. Az önkormányzat pénzkészlete a 132.159.000 forint, a polgármesteri hivatal ez 22 millió forint, a TESZ, illetve az intézmények számláin levő összegek 38.240.000 forint, a lekötött betétek összesen 270 millió forintot tesznek ki, így az önkormányzat teljes készlete, tehát a számlákon, pénztárban lévő összegek plusz a lekötött összegek 462.409.000 forintot tesznek ki. Folyószámlahitel az önkormányzatnak nincs, lejárt tartozás az önkormányzatnak nincs. 2013-ban október 28-áig befolyt adóbevételek összege 1.047.331.000 forint, és a normál finanszírozási műveleteken kívül az előző hónapban 10 milliárd forintot meghaladó tétel volt a fidúcia kötvény 2013. évi második
félévi kötvény beváltása és a kamatoknak a megfizetése, ez 71.313.000 forintba került a városnak, lejárt tartozás továbbra sincs. Köszönöm szépen. Valakinek észrevétele? 10 milliárdot? Igen, de éppen a 71 millió azért. Bocsánat. Igen. Akkor, ahogy mondtam, 10 millió forintot meghaladott. Amúgy nagyon jó dolog az, hogy, nem jönnek felszólítások, hogy miért nem fizet a város, ez nagyon kellemes állapot. Bár éppen talán tegnap láttam egy olyat, hogy az Invitel küldött egy felszólítást, hogy 70.000 forinttal tartozunk. Lehet, hogy rossz helyre küldte. De a városháza pont ott volt ez a... Amúgy elfogadjuk a beszámolót. Ennek ellenére, akkor szavazzunk az elfogadásáról, ha kell egyáltalán. Nem kell, akkor ne szavazzunk. Jó, jó. Igen, akkor az orvosi dolgot levetjük, és akkor van ez a bizonyos teszigazgató úr, ha közelebb jön, hogy lássák a nézők, és akár addig oda is ülhet, mert ez egy fontos téma. Általában a közétkeztetés az egy kiemelt kérdés, a TESZ feladatkörében van ez a tevékenység telepítve. Egy pillanat, még elképeket kérdezni. Az, hogy a tevékenységet a... Mi ez a nagy izgalom, kedves kollégák? Tehát az, hogy a tevékenységet hogy látja el, az testületi ügy is, de alapvetően évközben a költségvetés kereten belül a elfogadott árakon és szabályokon belül a TESZ működően látja el a saját hatáskörben. A munkáltatói jogkörök, a szervezési jogkörök a TESZ igazgatójának a felelősségébe törébe tartoznak. Általában testületüléseken konkrét kérdést nem szoktunk intézni intézményvezetőkhöz, ennek megvan a saját útja. Normál munkamenetben, hétköznapi telefonálás, e-mailezés közben. Itt általában a kérdések az osztályvezetőkhöz, képviselő a polgármesterhez, jegyzőhöz, bizottság elnökhöz hangozhatnak el. Így közvetlenül nem szokás, de nem haszontalan egy ilyen fontos kérdésben, én is úgy gondolom, tehát az élelmezés. Úgyhogy azt kérjük igazgató úrtól, hogy akkor egy kicsit beszél erről a tevékenységről, elmondja a képviselő azt, hogy konkrétan mi a kérdés, de azon túl is akár, hogy van ez szervezve, az, hogy most melyik élelmezésfejezet, hogy veszik föl, hogy az miért van ott, hogy egy hónap után esetleg miért cserélik le a próbaidőn belül ezt munkáltatói jogkörhez, nekünk itt nem sok beleszólásunk van, és nem is a ne célszerű ilyeneket itt taglalni, hogy valakit miért éppen, miért cserélnek le másra. Mindenképpen negatív, ha ez szóba kerül itt, hogy le kellett cserélni valakit. Még hogyha ez teljesen megállapodás szerint történik is, és teljesen objektív, akkor is negatív az ott személynek. Tehát inkább arról, hogy történik, mi történik, számlázások, csekkadás, pénzforgalom, hogy kap a szülő erről bizonyítványt. És a legfontosabb az, hogy hogyan bizonyítva, biztosítva, hogy jó minőségű étkezés történjen. Most a közbeszerzéseken sikerült alacsonyabb árat elérni, úgy tudjuk. Ennek következményeként kellene megjelennie valamilyen módon egyrészt a élelmezési normák emelésének, akár, hogy több jobb élelmezést biztosítani, vagy pedig a térítési díjak csökkentésének, hiszen hogyha olcsóban szerzünk be, akkor valahol ennek meg kell jelennie, mert amit a térítési díjak a nyersanyag normát fedezhetik, csak, illetve abban van a pariba, a rezsit a városnak kell fizetnie, a kettő nem folyhat át egymásba. Tehát ha olcsóban szereznek be, annak vagy több élelemben, vagy alacsonyabb térítési díjban kell megnyilvánulnia. Egyértelműen. Jó, képviselőasszony, elmondanák, hogy a nézők is értsék, hogy pontosan mi a problémakör. Igen, mert azt ők nem tudják. Igen, a Húzelve iskolából kerestek meg szülők, illetve szülők képviselője a kérdésükkel. Tényleg azt gondolom, hogy maga ez a személy kérdés, az lehet, hogy nem is kellett volna talán feltennem, mert nem ez a lényeg. Beszámoltak pozitívumról, hogy a szeptembertől egy hónapig kifejezetten sokat javult az étkezés minősége. Olyat hallottam, hogy még a tanárok is elkezdtek a Húzella konyhán étkezni, tehát objektív indikátorai voltak a javuló étkezésnek. Azután valamivel visszaesett, de azt mondják, hogy ezzel együtt jobb az étel, mint mondjuk júniusig volt.
Az igazán súlyos problémájuk az a számlázással, illetve a fizetéssel kapcsolatos. Azt gondolom, hogy ez az, amire leginkább szeretnék én választ kapni, vagy valami biztatást, hogy nem feltétlenül egyértelmű, hogy hogyan tudnának átutalással fizetni. Már volt olyan hónap, amikor az ellenőrzőbe vagy üzenőfüzetbe beragasztom, megjelent az összeg, amit át tudtak utalni, de utána a következő hónapban ez nem. Így nagyjából arról van szó, hogy készpénzben fizethetik be a 800 gyermek étkezését összesen 3 napon keresztül, amiről ők úgy érezték, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, ráadásul az utolsó napon értesültek arról, hogy akkor ebből a 3 napból most van az utolsó nap. Igazából illetve nem kapnak, akik átutalnak, nem kapnak semmiféle bizonylatot vagy számlát arról, hogy hány étkezést fizettek, milyen összeggel. Tehát, hogy igazából a kérdésem erre vonatkozik, hogy ez miért történik így, egyáltalán így történik-e, ha ezek a gondok vannak, akkor terveznek-e valamiféle hangulatjavító intézkedést, illetve ez abból a szempontból is érdekes, ugye, hogyha a szülő nem tudja befizetni, mert mondjuk pont azon a 3 napon beteg a gyerek, és ő nem is értesült róla, akkor hogyan nem fognak emelkedni mondjuk az étkeztetéssel kapcsolatos kintlevőségek. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az első a számlázással kapcsolatban, ugye mostantól, illetve nem olyan régóta a NAV-hoz bekötött pénztárgépekkel lehetne ezt teljesíteni, aminek elég jelentős költsége lett volna, ha ezt a megoldást választjuk. Ezért inkább a meglévő programunkat egészítettük ki egy számlázási programmal, tehát a korábbiaktól eltérően nem nyugtát vagy blokkot kapnak a befizetésről, hanem számlát. Most ennek a számlának a kinyomtatása az eddig is, ugye azt kell tudni, hogy nincs igazán olyan helyiség vagy lehetőség, ahol a szülők mondjuk egy kulturált körülmények között várnának, hát picik a helyiségek, hogy mégis csökkentsük ezt az időt, a nyomtatást azt egy másik időpontban végezzük el, ilyenkor csak egy listát nyomtatunk ki, amit a szülő aláír, ahogy ezt az összeget befizette. Amikor ezek megtörténtek, utána egy nyugalmasabb időpontban az élelmezés vezető kinyomtatja a számlát, és az eddigi nek megfelelően az osztályfőnöknek ezt továbbítja, aki a gyerekeknek vagy közvetlenül a szülőnek ezt átadja. Tehát számlát kap mindenki, nem blokkot vagy nyugtát, mint ez idáig. Valóban voltak lemaradások ennek a számláknak a kinyomtatásában, ezért is volt ez az előbb emlegetett csere. Tehát ebben igyekszünk utolérni magunkat, de ezzel lényegesen meghosszabbítanánk azt az időt, hogyha ott helyben nyomtatnánk. Lehetőség van átutalással is fizetni, és ez talán a legegyszerűbb történet. Ilyenkor az élelmezésvezető ezt is valamilyen úton, módon jelzi a szülőnek. Ebben meg fogjuk nézni, hogy hogy lehet ezt legcélszerűbben megtenni, hogy eljutson ez az információ, hogy mennyit kell befizetni. Erről is a számlát később kapja meg nyilvánvalóan. Az élelmiszer minőségben, illetve az élelmezés javulásában valóban lezárult az élelmiszer közbeszerzés, az OET-nek, a szakmai szabályoknak és a két élelmezés vezetőnek az együttes koprodukciójával egy minőségileg jobb, változatosabb és lényegesen olcsóbb költségekkel előállított élelmiszerekből, illetve felhasznált termékeket tudunk adni. Ami ott esetleg probléma volt, hogy fehér kenyér vagy üres kenyér, ilyen természetesen nem fordul elő, hiszen ez a közbeszerzésnek nem is volt tárgya, fehér kenyeret nem esznek a gyerekek, félbarna kenyér van, és az élelmezés vezetők nem is rendelhetnek mást, mivel ugye a közbeszerzés ezt kizárja, tehát kizárólag azokat a termékeket lehet rendelni, amik ott felsorolva vannak. Lényegesen több gyümölcs, zöldség, tejtermék kerülhet így a gyermekekhez. A TESZ a beérkezett tapasztalatok alapján
hamarosan elő fogja állítani azt a költségkalkulációt a térítési költségekről, amely aztán a testület dönthet, hogy esetlegesen csökkenti a díjakat, vagy pedig egy megemelt élelmezési normát vezetünk be. Valóban az élelmezés vezetőknek nem könnyű a feladata, mert amellett, hogy egy változatos színes étrendet kell biztosítani, nagyon komoly adminisztrációs terhek kötik őket, és ebben az új programnak a megtanulásában talán még egy kis gyakorlatot kell szerezniük, és szerintem akkor egy pár héten belül ez sokkal gördülékenyebben fog működni. El tetszett fogadni. Köszönjük szépen. Jó. Igazgató úr, köszönjük szépen. Van még esetleg valakinek, ami fölmerült kérdése? Ha nincs több, akkor köszönöm szépen a részvételt, a nézőknek az érdeklődést, és az ülést bezárom. További szép napot mindenkinek.